Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai könyvbemutató hallgatóit, hallgatóságát és résztvevőit. A mai könyvbemutatót a Károli Egyetem Terminológiai és Kommunikációs Kutatócsoportja szervezte. 2018 és 21 között végeztünk egy kutatás sorozatot, melynek a címe a magyar nyelv és a szakmai kultúra, magyar nyelvészeti kutatások, a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. Ennek a pályázatnak a keretében három könyvünk jelent meg, két tanulmánykötet, egy magyar és egy angol nyelvű, illetve egy monográfia Bölcskei Andrea írása. A mai napon ezt a három tanulmánykötetet mutatjuk be, az első magyar nyelvű tartalomfejlesztés és dokumentáció címmel Sólyom Réka és Fogarasi Katalin, az angol nyelvűt Csontos Nóra és Dér Csilla Ilona kolléganőim, valamint a harmadik monográfiát, az Egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben címmel Bölcskei Andrea, a szerző fogja bemutatni. És akkor én itt most fel is kérem rögtön az első magyar nyelvű kötet bemutatására Sólyom Réka egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensét, és ugye ennek a kötetnek a szerkesztői jó magam is Bölcskei Andrea kolléganőm, a címe pedig Tartalomfejlesztés és Dokumentáció Nyelvészeti Kutatások, és itt látható magának a kötetnek a fotója is. És akkor kérlek szépen Réka, hogy akkor legyél szíves megkezdeni a kötet bemutatását. Köszönöm szépen. Itt látjuk felsorolva a kötet szerzőit. Két nagy részre tagolódik a kötet. Két nagy témakörben tartalmaz az előadásoknak az írott változatát. Egyrészt a szakmai műszaki dokumentáció körébe tartozó tanulmányokat tartalmaz, illetve az orvosi dokumentáció témaköréből. Az én ismertetésem az első résszel fog foglalkozni, a szakmai műszaki dokumentáció témaköréhez kapcsolódó írásokat mutatja be. Engedjék meg, hogy idézzek itt a kötet bevezetőjéből, Fóriságot a szavait idézem. Tehát reményeink szerint a kötetet fel lehet majd használni segédanyagként a felsőoktatásban a terminológia, a szakszövegírás, a fordítás, valamint a szakmai műszaki kommunikáció oktatásában is. Abban is bízunk, hogy nem csak a bölcsészettudományi és társadalomtudományi karokon, hanem az orvostudományi, egészségtudományi és a műszaki karokon folyó kutatásokban és oktatásban is hasznosítani lehet ezeket az írásokat. A szakmai műszaki dokumentációhoz tartozó rész összesen 11 írást tartalmaz, amelyek a tartalomfejlesztés, a dokumentáció, a műszaki kommunikáció, a műszaki szakszövegtípusok, a tudásmegosztás, a vonatkozó helyesírási, illetve diskurzusjelölő használati, szemantikai és fordítási kérdésekhez kapcsolódnak, illetve különféle adatbázisokhoz kapcsolódó terminológiai kutatásokat mutatnak be. Fóriságot a tanulmányának címe Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. Ez a tanulmány a kötet alapjául szolgáló kutatási projekt céljait, módszereit, eredményeit és ezek alkalmazhatóságát mutatja be a felsőoktatásban. Szó esik benne továbbá a tartalomfejlesztés és a dokumentáció témakörében a nyelvészeti vizsgálatoknak a szerepéről, valamint áttekintést ad a tanulmány a napjainkban jellemző megváltozott környezet és a megváltozott folyamatok szerepéről, utalva egyben a kötet szerzőinek kutatásaira is. A második tanulmányt Bölcskei Andrea jegyzi, ennek címe a műszaki kommunikáció gyakorlata és az újabb kihívások. Gyakran használt műszaki kommunikációhoz kapcsolódó alapfogalmakat, illetve a műszaki dokumentációs termékek létrehozásának folyamatát és az ezeket szabályozó általános szabványt mutatja be a tanulmány. Ismerteti azokat az újabb kihívásokat, amelyek a műszaki kommunikációhoz kapcsolódnak. Ezen a területen belül pedig áttekinti a műszaki kommunikáció terminológiájának egységesítési folyamatait és azokat a készségeket, képességeket, képzési formákat, amelyek az egyetemi szintű képzésben szerepet játszanak műszaki kommunikációs téren. Bépap Eszter tanulmánya a következő, amelynek címe Dokumentáció 4.0, ez az utóbbi, a negyedik ipari forradalmat és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megújulását jelöli.
A tanulmány ismerteti a digitális dokumentáció iránti igény hátterében álló tényezőket, valamint az angol nyelvű dokumentáció írást. Ehhez kapcsolódóan a vonatkozó szabványokat is bemutatja a tanulmány, illetve szót ejt az okos dokumentáció és a meglévő tartalmak átalakításának jellemzőiről, különös tekintettel a címben is szereplő információ 4.0-ra, például a chatbotok alkalmazása, mikrotartalmak keresése, a kiterjesztett valóság és az infografika megjelenési módjai kerülnek szóba a tanulmányban. Csontos Nóra tanulmánya a következő, a címe a tudás megosztásának módja a szakszövegekben, a szakszövegtípus egy lehetséges értelmezése. A tanulmány tehát a szakszövegeket vizsgálja méghozzá társas kognitív keretben, és megalapoz egy lehetséges szakszövegtipológiát. Először is tisztázza a szakszöveg fogalmát, aztán ismerteti az intézményesített tudás összetevőit. Bemutatja a tudáselemek felméréséről és a nyelvhasználók szakszövegről alkotott képéről végzett kérdőíves felmérés eredményeit. Ennek során megállapítja, hogy a szakszövegtípusok kialakulása során több tudás összetevő is működésbe jöhet, így a szakszöveg nem homogén kategóriát alkot, hanem különböző dimenziók mentén lehet kategóriákba sorolni a szakszövegeket. Cinkóczki Ágnes és Fehér Ildikó szerzőpárosi a következő tanulmány, címe a műszaki szakszövegek típusai és jellemzői. A tanulmányban a szerzők meghatározzák a műszaki szakszöveg fogalmát, célját és célközönségét, illetve publikálási csatornáit. Ismertetik a moduláris, a Darwin Information Typing Architecture nevű dokumentum szerkesztési szabványt, a műszaki dokumentációk alapjául szolgáló egyik szabványt, valamint fókuszálnak a célközönség elemzésére, csoportjaira, részvételére és a tartalom megalkotásában. Bemutatnak ezen kívül olyan publikálási csatornákat, amelyek a műszaki szakszövegekhez kapcsolódnak, például környezetfüggő súgó, online termékportál, önálló PDF, illetve különféle fórumok, felhasználói felületek, közösségi fórumok. Ludányi Zsófia tanulmánya a szaknyelvek helyesírásának szabályozásáról szól, elméletek, gyakorlat, illetve dilemmák tárgyalását tűzte ki célul. A szakszövegek helyesírási kérdéseivel foglalkozik ez a tanulmány. Megállapítja, hogy a szaknyelvi helyesírások nem alkotnak külön rendszert, hanem a mindenkori akadémiai szabályzat kibővítései. Ismerteti a szaknyelvi helyesírás szabályozás folyamatát és bibliográfiáját, történeti áttekintést ad ezzel a témában. Kitér továbbá a helyesírási kodifikáció hiányára, valamint bemutatja, hogy milyen módon tér el egymástól a köznyelvi norma, illetve a szakmai írás szokások a különírás és egybeírás területén. Ezzel a témával kapcsolatban pedig a helyesírás.mta.hu portál működését is bemutatja a tanulmány. Dércsilla Ilona jegyzi a következő tanulmányt a kötetben, melynek címe diskurzusjelölő használat építészeti műszaki dokumentációkban. Ez a tanulmány pragmatikai nézőpontot érvényesít, a szaknyelvi diskurzusjelölő használatot mutatja be építészeti, építési műszaki dokumentációk anyagában. A korpuszt szabadon elérhető, a témához tartozó műszaki dokumentációs anyagok szolgáltatták, ezekből a szerző kigyűjtötte a diskurzusjelölőket, amelyeknek meghatározta funkcióit, csoportosította őket, illetve arányukat is vizsgálja az elemzett szakszövegekben. Az eredményekből kiderül, hogy kevesebb diskurzusjelölő példány jelent meg a vizsgált szakszövegekben, különösen a részletezések voltak nagyszámúak, hiányoztak ugyanakkor a szóbeli nyelvhasználatra jellemző gyakori diskurzusjelölők, diskurzusjelölő társulások csekély mértékben fordultak elő, valamint a multifunkcionalitás szintje is alacsonyabb volt a szóbeli műfajokhoz képest ezekben a szakszövegekben a vizsgálat alapján. Solyom Réka tanulmánya egy magyar nyelvű Európai Uniós rendelet terminusainak szemantikai jellemzőit vizsgálja kognitív keretben, metaforák és metonímiák megjelenésének vizsgálatát tűzte ki ez a tanulmány, egy Európai Uniós rendelet fogalom magyarázatainak szemantikai jellemzésére kerül benne sor. Az elméleti áttekintés után az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet vonatkozó fejezetét elemzi a tanulmány szemantikai szempontból,
Az elemzés során kimutathatóvá váltak olyan prototipikusan előforduló metafora, metonímia és megszemélyesítés típusok, mint például az elméletek épületek, a forgalmazás szerencsejáték, vagy a jogi rendezettség, zenei rendezettség. A tanulmányban ezeknek a sématípusoknak a számszerű arányát is meg lehet tekinteni egy diagram formájában. Faludi Andrea tanulmánya a terminológiai munkával foglalkozik, terminológiai munka a szakszövegírásban és a fordítás szolgáltatásban, méghozzá egy interjús kutatás eredményeit mutatja be ez a tanulmány. Interjúk segítségével vizsgálta tehát a szerző a terminológiai munkának és a terminológia menedzsmentnek a helyét, a szakszövegírás és a szakfordítás, illetve a dokumentációk készítésének folyamatában. Szakszövegírók és technical writerok és fordítás szolgáltatók körében végzett Faludi Andrea struktúrált interjúkat. Az eredmények segítségével pedig bemutatja a tanulmány, hogy a terminológiai minőség biztosítása milyen fontos, a különféle adatbázisok használata hogyan történik a szakterületen, illetve hogyan lehet nyomon követni a fordítási folyamatok minőségét, melyek a projekt előkészítés jellemzői, valamint milyen szerepet tölt be a terminológia menedzsment a fordítási folyamatban. Tamás Dóra Mária tanulmányának a címe Terminológia és dokumentáció a terminológiai adatbázisokban. A tanulmány bemutatja, hogy a terminológia és a dokumentáció hogyan kapcsolódik egymáshoz, és hogyan segítik ezek egymást. Felteszi a mit és hogyan dokumentáljunk kérdést, és bemutatja a dokumentáció szempontjait a már létező és az újonnan létrehozandó terminológiai adatbázisok esetében. Bemutatja egy speciális területnek a jogi terminológiának és dokumentációnak a vonatkozó kihívásait, majd a tanulmány végén a terminológiai adatbázisok felhasználó baráttá tételére mutat be jellemzőket és további példákat. Sherman Eszter tanulmánya a dokumentáció terminushoz kapcsolódó fogalmak a Szerkatem katalán terminológiai adatbázisban címet viseli. A tanulmány a katalán nyelv státuszában történt változásokat, különösen a nyelvtervezés és a terminológia tervezésre vonatkozó változásokat mutatja be. Részletesen bemutatja ennek a katalán terminológiai adatbázisnak a terminográfiai bejegyzéseit. Megvizsgálja továbbá, hogy az adatbázisban a dokumentáció terminushoz és a hozzá kapcsolódó kifejezések esetében milyen tárgykörökben jelennek meg, milyen nyelvű ekvivalensek találhatók meg, valamint milyen definíciókat és szinonimákat tartalmaz a dokumentáció terminussal és a kapcsolódó kifejezésekkel vonatkozóan ez az adatbázis. Ezek a tanulmánykötetnek a vonatkozó szakmai műszaki dokumentációhoz kapcsolódó tanulmányai, ez az első nagy egység, úgyhogy én át is adom a szót Fogarasi Katalinnak, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom ennek az egyedülálló kötetnek az orvosi dokumentációra vonatkozó tanulmányai. Az orvosi dokumentációról ebben a kötetben 4 tanulmány szól. Ez a dokumentációnak egy nagyon különleges és rendkívül fontos szegmense, hiszen itt az emberi élet, a betegbiztonság nagyon sok esetben központi szerepet játszik az orvosi dokumentumok minőségét, hogyha tekintjük. Ezek jelentősége elsősorban lehet orvos szakmai szempontú, illetve jogi következményei is lehetnek. Ebben a 4 tanulmányban az orvosi dokumentációra vonatkozó általános irányelvek, egyes szövegtípusokra vonatkozó megfigyelések kapnak szerepet, illetve a kommunikáció, az orvosi kommunikáció vertikális rétegződése szerint figyelhetők meg azok a kommunikációs szinterek és azok tükröződései a dokumentációban, amelyeket a 4 tanulmány leír. Elsőként egy általános tanulmányt olvashatunk az egészségügyi dokumentáció szerepéről és jelentőségéről, amely összefoglalja a törvényi szabályozást és a dokumentációra vonatkozó általános irányelveket. Itt szerzőtársam dr. Patonai Zoltán volt ebben a tanulmányban, aki gyakorló traumatológus a Pécsi Tudományegyetem
traumatológiai és kisebbészeti klinikáján. Hosszú évek óta segítségemre van az orvosi egészségügyi dokumentáció vizsgálatában, orvosszakmai és igazságügyi orvostani szempontból ismert az is a szakterülete. Ebben a tanulmányban az akut ellátással kapcsolatos dokumentumokat foglaltuk össze, és vizsgáltuk terminológiai szempontból. Ezen kívül pedig az akut ellátáson belül különösen a sérülésekkel kapcsolatosakat, hiszen ezek egyrészt betegbiztonsági szempontból, másrészt pedig büntetőjogi szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak. Egy harmadik műfaj, illetve szövegtípus, amit néztünk, az a korboncolási jegyzőkönyv. Ennek inkább jogi következményei lehetnek, hogyha ez a fajta dokumentáció nem megfelelően készül el, illetve terminológiai szempontból is nagyon jelentős. A tanulmányban vizsgáltuk a nemzetközi klasszifikációk magyar fordításának használatát, az ezekből adódó félreértések, jogi és orvosszakmai következményeit, ezen kívül rövidítések használatát, dokumentációs hibákat és ezek következményeit. A dokumentációs hibák megfigyeléseink szerint elsősorban azokból a félreértésekből adódnak, hogy különböző szempontból közelítik meg az egyes sérüléseket az igazságügyi orvosszakértők, akik természetesen jogi oldalról vizsgálják ugyanezeket a jelenségeket, mint a klinikusok, akik általában éjszaka vagy leterhelt műszakok közben látják el a sérülteket. Teljesen mások a klasszifikációk, sérülések klasszifikációja a tankönyvekben, illetve a gyakorlatban is különböző intézményekben a két szakterület között. Ezeket a megfigyeléseket tettük ebben a tanulmányban elsősorban. A következő tanulmány egy nagyon érdekes dokumentumgyűjteményt vizsgál. Varga Éva Katalin kolléganőm, szintén a Semmelweis Egyetemen dolgozó kolléganőm, és Patonai Zoltán doktor, a Pécsi Tudományegyetem traumatológusa voltak a társszerzőim. És elsősorban Varga Éva Katalin kolléganőmnek köszönhető, hogy egy hatalmas, autentikus anyagot sikerült feldolgozni. 21 traumatológiai leletet vizsgáltunk, amelyek igazából nem is leletet, bocsánat, hanem korlapot, amelyek az összes leletet magukban foglalták, több szövegtípust is, 8 orvosi cselekvéssor köré rendeződtek ezek, természetesen intézményre jellemzők, ugyanakkor az egyes szövegtípusokat nagy részletességgel sikerült megfigyelni, hogy a terminológia milyen módon tudja szolgálni a minőségbiztosítási célokat egy intézményben, milyen rövidítéseket alkalmaznak, milyen mintázatok fedezhetők fel, milyen szaknyelvi frazémák, azok, amelyek konstruálják az egyes szövegtípusokra jellemző szövegeket, ezek hogy formálódnak össze egy dokumentummá, és milyen módon kerül leírásra az a sok érzet, amelyek például a státusz részben jelennek meg. A következő tanulmányban Ludányi Zsófia és Varga Éva Katalin a személyzeti dokumentáció jellegzetességeit írták le. Ez egy rendkívül érdekes területe az orvosi dokumentációnak, ugyanis a személyzet szakterületéhez csak a személyzek értenek. Tehát semmilyen más szakterület orvosai általában nem értik a személyzeti dokumentációt, ez egy nagyon-nagyon különleges terület, és ami még nagy különlegesség ennek a tanulmánynak, az, hogy rengeteg szempont alapján vizsgálja ezt a szövegtípust. Egyrészt szövegtipológiai elemzést végeztek, másrészt stilisztikai, terminológiai és még helyesírási szempontok alapján is leírták, hogy mi jellemző erre a specifikus szövegtípusra. Azt is megfigyelték, hogy az egyes ambuláns lapokon, személyzeti ambuláns, autentikus ambuláns lapokat vizsgáltak, mi jellemző az orvos-orvos közti, orvos-beteg közti és orvos-látszerész közti kommunikációra. Mindezek a különbségek megnyilvánultak terminológiai, stilisztikai szempontból is, és különös figyelemmel voltak arra, hogy a görög-latin szakkifejezések, terminusok
és a magyar szakifejezések aránya milyen volt ezekben a dokumentumokban, ami nagyon lényeges abból a szempontból, hogy ugye mind a három rétege az orvosi kommunikációnak ezekben megjelenik. A negyedik tanulmány Kuna Ágnes és Mány Dániel tanulmánya, ráktumor MPL, a betegtájékoztató szövegtípusának terminológiai kérdései a címe. Ez a tanulmány az eddigiektől eltérően elsősorban az orvos és a beteg közötti kommunikáció szövegtípusát vizsgálja, és nem csak terminológia, hanem pragmatikai szempontból is. A betegtájékoztató elsődleges céljaként a tudásmegosztást határozták meg autentikus vizsgálat alapján. Elemeztek számos betegtájékoztatót, amelyek házi orvosi praxisban kerülnek kiosztásra és elérhetők betegek számára, illetve ezek fordításait, a fordítás szempontjait is figyelembe véve. Vizsgálták a tudásmegosztás konstruálódását, a feldolgozást segítő elemek használatát, érzelmi és társadalmi aspektusokat, az ortofemizmusok és eufemizmusok előfordulását a fordításokban, különös tekintettel a HIV terminusra, és azt a megállapítást tették, hogy a fordítók a magyarra fordításkor elsősorban a semlegességre törekszenek, de minden esetben igyekeznek biztosítani azt a feldolgozás segítő számos magyarázatot, amikkel a betegek segítségére lehetnek. És még, bocsánat, ezt az egy mondatot szeretném csak hozzáfűzni, rendkívül érdekesnek találtam azt, hogy megfigyelték, hogy a betegtájékoztatók nagyon sok esetben tartalmaznak orvosi szakkifejezéseket, annak érdekében, hogy a betegek ezeket magyarázat útján elsajátíthassák, és az orvossal megfelelő szinten tudjanak a betegségükről kommunikálni. Köszönöm szépen a lehetőséget! Nagyon szépen köszönjük a magyar nyelvű kötet bemutatóját Sólyom Rékának, a Károli Egyetem egyetemi docensségének, és Fogarasi Katalinnak, a SOTER Szaknyelvi Intézet igazgatójának. A következő a terminológiai és kommunikációs kutatócsoport másik tanulmány kötete lesz, az angol nyelvű kötet, amely a három év munkájának az angol nyelvű összegzését tartalmazza. Ennek bemutatására a kutatócsoport két tagját kérem fel, Csontos Nóra egyetemi docenst és Dér Csilla Ilona egyetemi docenst, a Károli Egyetemnek az oktatóit. Jó, hát én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nekem valamelyes könnyebb dolgom van, hiszen egy olyan kötetről kell beszélnem, amelyben szereplő tanulmányokról már két kollégám is beszélt, de ez természetesen még ebben az angol nyelvű kötetben kiegészül egyéb tartalmakkal is. A kötet szintén a Károly Gáspár Egyetem és a Larmattannál jelent meg, és a szerkesztői Fóri Ságota és Bölcskei Andrea. A kötet szerzőinek nevei itt olvashatóak, és azt gondolom, hogy ezek a nevek mutatják leginkább, hogy az elmúlt 4 évben kikkel dolgoztunk olyan intenzív kapcsolatban, illetve szemléltetik már azt az interdisziplinaritást is, ami ebben a kötetben megjelenik. A kötet 19 tanulmányt tartalmaz, és azt gondolom, hogy most van lehetőségem arra, hogy egy kicsit szubjektív ismertetésre váltsak, mert számomra ez a kötet reprezentálja talán leginkább a szerkesztő kiváló munkájának köszönhetően, hogy mi volt az a munka, amit az elmúlt 4 év során folytattunk. És ebből a szempontból azt emelném ki, hogy ez a kötet valóban egy összegző munka, tehát összefoglalja mindazokat az elméleti kereteket, felvetéseket, nézőpontokat, amelyeket a szakszövegekkel kapcsolatban fontosnak láttunk megemlíteni, vagy kutatni, illetve ugye empirikus tanulmányokat is közöl. Ha össze kéne foglalnom, hogy
mit tartalmaz a kötet, akkor próbáltam ilyen központi kérdéseket megadni, és ez szintén azért fontos nagyon számomra, mert még emlékszem azokra az időkre, amikor elkezdtük ezt az egész kutatást, és felmerültek bennünk ezek a kérdések, és azt gondolom, hogy ez a kötet kiválóan megvalósította, vagy reprezentálja ezeket a kérdéseket, illetve sokkal jobban a rájuk adott választ. Tehát, hogyha központi kérdések alapján próbálnám meg összefoglalni a kötetet, akkor azt tudnám mondani, hogy a kötet tanulmányai egyaránt foglalkoznak azzal, hogy mi a szakszöveg, illetve egy olyan elméleti keretet rajzolnak meg, ami a szakszöveg ontológiájához kapcsolódna, hogy milyen kérdések merülnek fel, illetve milyen kérdéseknek kell felmerülnie akkor, amikor a szakszövegek tudományos vizsgálatát végezzük el. Így a kötet kezdeti részében, vagy az első fejezetekben a szakszöveg létrehozásához kapcsolódó tanulmányok olvashatók, és itt nagyon sok olyan, amelyeket már Sólyom Réka kolléganőm is említett, illetve ebben az első részben megjelenik az a központi kérdés, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a szakszöveg és a dokumentáció, a második részben meg inkább az, hogy a terminológia és a fordítás miként határozza, vagy miként lép működésbe a szakszövegek tudományos vizsgálatakor. A tanulmányok azt is kiválóan szemléltetik, hogy a szakszövegek vizsgálata során nagyon sok esetben terminológiai kérdésekbe is ütköztünk, és azt gondolom, hogy ezek a tanulmányok finoman, implicit módon mutatják, vagy kifejtik azt, hogy a szakszövegek vizsgálatához milyen terminusokra lenne szükség. A kötet tehát három nagyobb tematikus fejezetre osztható, illetve három nagyobb tematikus fejezetre oszlik. Számomra ezek a fejezetek teljesen megvalósítják azt a koncentrikus gondolkodási módot, amit a 4 év alatt követtünk. Tehát az első rész az egy széles értelembe vett kontextust rajzol meg, mint elméleti keret, amit kiválóan tudtunk felhasználni az empirikus kutatások során is. Ebből a szempontból azt lehetne mondani, hogy a harmadik részben található tanulmányok, amit Dércsi Lajlona kolléganőm fog majd részletesebben ismertetni, több nézőpontú vizsgálatokat tettek számunkra lehetővé, hiszen olyan kollégákkal dolgozhattunk együtt, akiknek sokkal nagyobb vagy biztonságosabb rálátása volt a szakszövegek létrehozására. Amit fontosnak tartok még kiemelni, hogy ez a kötet tehát valóban megvalósítja azt a fajta interdisziplinaritást, amely szükséges vagy elengedhetetlen a szakszövegek vizsgálatához, és hát a kötetnek, ugye ezt már Sólyom Réka kolléganőm említette, nem titkolt célja az is, hogy felvesse azt a kérdést, hogy a szakszövegek tudományos vizsgálatát az oktatási folyamatban hogyan lehetne beilleszteni. Itt már csak 2 rövid dia lenne. Próbáltam, illetve megadtam, hogy milyen tanulmányok találhatók az első és a második részben, és egy ilyen rövid összegzést tennék a 2 részre, hiszen Sólyom Réka kolléganőm már ismertette a legtöbb tanulmányt. Tehát az első rész az leginkább avval foglalkozik, hogy milyen kérdések merülnek fel a szakszövegek létrehozása során, illetve ebből következve milyen szempontokat kell figyelembe venni a szakszövegek elemzése során, és elsősorban itt a dokumentáció és a szakszöveg viszonya válik reprezentáltá. A második rész, az pedig már a dokumentáció, szakszöveg és fordítás kapcsolatával foglalkozik. Ugye itt nagyon erősen előtérbe kerül a fordíthatóság kérdése, valamint új disziplinaként bejön, vagy érintkező disziplinaként a terminológia kérdése, amelyhez kapcsolódóan például Sherman Eszter tanulmánya már egy terminológia adatbázis elemzését is megteszi. Köszönöm, és átadnám a szót Dércsi Lajlonának. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és a lehetőséget én is nagyon köszönöm, hogy beszélhetek egy picit erről az izgalmas kötetről. Én a harmadik részből szeretnék szemezgetni, ugye itt is sok minden elhangzott, látjuk is, hogy
hogy bizonyos szerzői nevek többször fordulnak elő. De egy kicsit én is, ahogyan Csontos kolléganőm is, Csontos Nóra kolléganőm is egy kicsit saját szempontból szeretnék referálni ezekre a tanulmányokra. Számomra ami a legérdekesebb volt talán, hogy ugyanazt a jelenséget, meg jelenségcsoportot hogyan közelítik meg tudományos oldalról nyelvészek, kutatók, oktatók, illetve maguk a szakszövegírók, akik ezzel gyakorlati szempontból foglalkoznak minden nap. Tehát, hogy mondjam, nem gondolnám, hogy csak a nyelvészek közelítették meg elméleti szempontból, volt is erről szó, és a szakszövegírók gyakorlati szempontból, hanem mind a két oldal, mind a két szempontból, de ezek nagyon különbözőek voltak, ezek viszont nagyon jól használhatóvá teszik szerintem ezeket a szövegeket. Én legalábbis nagyon sokat tanultam a szakszövegírók meglátásaiból. Ugye elsősorban itt szakszövegekről van szó, de főként műszaki szakszövegekről, tehát műszaki dokumentációkról, amiknek ugye az a fő célja, hogy pontos, releváns információkat szolgáltassanak, és ugye három fő tartalomtípusba rendezhetőek, amiket itt látunk. És igazából mi a tudományos oldalról többféle tudományterületből kiindulva próbáltuk megközelíteni ezeket a műfajokat, vagy szövegtípusokat, amikkel találkoztunk az elemzés során, illetve ezeket valamilyen módon általánosítani, tehát természetesen, mivel nyelvészek vagyunk elsősorban nyelvészeti szempontból, de sok más tudományterület is felmerült, tehát hogy azoknak is relevanciája van ezeknél a kutatási témáknál. Erről mindjárt beszélek egy nagyon picit bővebben, de ígérem, hogy röviden. Ugye egyfelől a tudománymetria, tehát a tudománymérésnek a szakmája, a könyvtártudomány és maguknak a műszaki tudományoknak is itt helyet kellett röviden kapniuk. Alatta szerepelnek azok a nyelvészeti területek, amelyek valamilyen módon mind megjelentek ezekben a vizsgálatokban. Látjuk, hogy ez egy elég széles paletta, ugye kezdve a társas kognitív nyelvészettől a kapcsolódó diskurzus elemzésen és kognitív szövegtipológián át a szemantika és a stilisztika is helyet kapott ezekben a vizsgálatokban egymással a legtöbbször összefonódva. Ennek a harmadik résznek nagyjából úgy épül fel a szerkezete, hogy először ugye a szakszövegeket próbáltuk meghatározni többféle oldalról, majd ezeket típusokba rendezni. Abba a vitában most persze nem mennénk bele, hogy szövegtípusokról, vagy műfajokról van szó, vagy szakszövegfajtákról, ez önmagában is szerintem egy külön tanulmánykötetnyi anyagot tudna generálni, de hogy ezek az egyes szakterületeken milyen formában jelentkezhetnek, és közelebbről bizonyos konkrét műfajokban ezek milyen sajátosságokat mutatnak. Itt Sólyom tanárnő is említette már az uniós rendeleteket, minőségbiztosítási szabványokkal ő maga foglalkozott, de ugye Csontos Nóra kolléganőm a használati utasításokkal, kezelési kézikönyvekkel, én magam pedig ugye főleg az MTMT adatbázisban megtalálható tudományos műfajok és az ezekkel kapcsolatos különböző problémákkal foglalkoztam, és ahogy elhangzott már a diskurzus jelölők témák kapcsán, magukat az építészeti műszaki dokumentációkat is közelebbről szemügyre vettem. Tehát nagyon sok műfaj került terítékre. Hát ami engem a Csontos tanárnő szövegeiből a leginkább megragadott, vagy számomra ami a legjobban hasznosítható rész volt, ez egyfelől a már említett kérdőíves vizsgálat, és annak az eredmény, ez rendkívül izgalmas szerintem, tehát hogy a laikus és a fél laikus, vagy félig laikus, félig profi használók, ugye mit tartanak egyáltalán szakszövegnek, ezeket hogyan csoportosítják, és mi igazából mit tekinthetünk prototipikus szakszövegnek, ugye, vagy műszaki szakszövegnek, akár ugye kiderült, hogy a használt utasítás az ilyen lenne, és milyen szakszövegtípus tudással rendelkeznek az egyes felhasználók. Hát ezen belül is ugye a műszaki tájra irányuló tudás megosztása volt az, ami a közös metszetét adja ezeknek a különböző műszaki szakszövegeknek, ez is elhangzott, mert ugye ezek egy diskurzus tartományt alkotnak. Szólyom Rika kolléganőm esetében említette a különböző fogalmi metaforákat és metonimiákat, úgyhogy én akkor nem ezt ismételném meg, hanem ami a legizgalmasabb, ugye, hogy azt várnánk, hogy az volt a felvetése Sólyom tanárnőnek is, hogy azt várnánk, hogy kevesebb ilyen metafora vagy metonímia lesz ezekben a szövegekben, ehhez képest rengeteget talált, ugye ennek az a fő oka, hogy ezek nagyon elősegítik a megértést, és pontosítják a tartalmat, tehát ugyanazt az alapfunkciót töltik be, mint a nyelv más területein, tehát metaforákat találunk minőségbiztosítási szabványokban. És egy kicsit ugye hasonlít ez ahhoz, amit én a
a diskurzus jelölők kapcsán találtam, tehát azt gondoltam, hogy nagyon kevés diskurzus jelölővel fogok találkozni, nagyon kevés típusával és példányával, ehhez képest egy egészen másmilyen kép fogadott engem is az egyes vizsgálatok során. Itt már említettem az MTMT-t, nem akarok e körül hosszan időzni, de ha valakit érdekel, alapvetően itt az MTMT terminológiájának megújítását szorgalmaztam ebben a tanulmányban, hogy jó-jó az MTMT, meg használjuk is, de hogy lenne még azért mit a nyelvészeti szakma oldaláról ezen pontosítani, vagy alakítani, és hogy itt valószínűleg ennek az az oka, hogy ez a műfaji kategóriákban ilyen sokszor ellentmondások csapódnak le, hogy különböző érintett szakmáknak eltérőek a szempontjai. Tehát a publikációs kényszert azt hiszem mindannyian ismerjük, tudományos oldalról, tehát hogy egy sokkal egyszerűbb és egyértelműbb tudományos műfaji kánonra lenne szükség. És mivel Solyom tanárnő beszélt az építészeti szakszövegekben talált diskurzus jelölőkről, most csak felvillantanám azt, amit az előzőekben beharangoztam, hogy milyen sokféle típus, illetve példány jelentkezett ezekben a egyébként nem túl hosszú szövegekben. Csak érdekességképpen említeném, hogy azt egy teljesen más műfajban, egy négy szereplős társalgásban körülbelül ugyanennyi diskurzus jelölő típust találtam, tehát az abszolút spontán társalgásokban is, ami azt mutatja, hogy bizony olyan műfajokban is, amelyekben azt gondolnánk, hogy jóval kevesebb ilyen elem jelentkezik, nem ez a helyzet. Itt mutatni egy kis néhány példát rá, tételesen felsorolva ezeket a diskurzus jelölőket, illetve gyakoriság szerint is rendeztem őket, és ha valakit közelebbről is érdekel ez a téma, akkor a különböző nagy pragmatikai funkciók, tehát szemantikai, pragmatikai komponensek mentén is elrendezhetjük ezeknek a diskurzus jelölőknek az egyes funkcióit. Itt azt mutatom meg, hogy ideációs, retorikai és szekvenciális funkcióik vannak, interpersonálisak viszont nincsenek, ez viszont nagyon fontos műfaji sajátossága ezeknek a szövegeknek, legalábbis ezeknek a építészeti műszaki szakszövegeknek, mert azt gondolom, hogy például, amit Csontos tanárnő vizsgált, a használt utasításokban valószínűleg azért lesznek interpersonális jelölők is, de ez további vizsgálatokat igényel. Úgyhogy ezzel a diával szeretném zárni a kötetnek a bemutatását, hogy abban is szerintem nagyon tanulságos volt ez a vizsgálat, számomra mindenképpen az volt, hogy nagyon sok elemet egészen másképp valósítanak meg ezekben a műfajokban, tehát amit nyelvészként nem is vártam, hogy megjelenik, az megjelent valamilyen módon. Itt arra gondolok, hogy a diskurzus jelölőket kiváltanak egészen más megoldásokkal, például a szekvenciás és retorikai funkciókat a különböző egyéb központozási, hivatkozási táblázat módokkal, illetve táblázatok, zárójelek, kiemelések használatával, tehát amit a spontán beszélt nyelven, vagy a fél spontán beszélt nyelven diskurzus jelölővel oldunk meg, azt a műszaki szakszövegekben másfajta módon, nem feltétlenül nyelvi elemekkel. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet Csontos Nóra nevében is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük az angol nyelvű kötetnek a bemutatását, Dércsére és Csontos Nóra egyetemi docenseknek, és rögtön át is adom a szót Bölcskei Andreának, aki a saját könyvét fogja bemutatni. Bölcskei Andrea pedig a Károli Egyetem intézetvezető egyetemi docense és a bölcsészkar dékán helyettese. Úgyhogy, Andi, kérlek, akkor... Köszönöm szépen a szót! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és közben igyekszem megosztani a diasoromat, ami most éppen félig sikerült, úgy látom, de neki megyek még egyszer ennek, mert hogy nem tudom mozgatni. No. Á, de már mozog, nagyszerű. Én legalábbis látom, látszik, hogy mozdul. Jó, köszönöm szépen. Igen, a kötet, amiről röviden szeretnék szólni, az Egyház, mint egykori birtokos a magyar helynevekben címet viseli, és ha belelapozunk, akkor a tartalomjegyzékből látjuk, hogy először a téma meghatározására törekvő rövid bevezetés
nyitja a könyvet, majd pedig utána a történeti háttér rövid megrajzolásával találkozunk. Itt elsősorban a történelmi szakirodalom alapján az alapokat ismertetem, azt, hogy a világi egyházszervezet, illetve a szerzetesrendi intézmények rendszere hogyan épül ki a középkori Magyar Királyságban. Ezután áttekintem az egyházi helynevek típusainak jellemzőiről írottakat, a magyar szakirodalom alapján. Itt egy nagyon rövid kitekintést teszek bizonyos európai országok azonos névtípusát tárgyaló szakirodalmi tételekre is. Ezután a dolgozat szövegének módszertanát ismertetem, itt a forrásokat, az anyaggyűjtés szempontjait, a helynévi adatok tárolását, rendszerezését, illetve az elemzés szempontjait mutatom be. Majd ezután következik az érdemi rész, az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helynévformák nyelvi elemzése. Itt a klasszikus magyar nyelvtörténeti korszakok szerint haladok, és elsősorban a Hoffmann István által kidolgozott helynév elemzési szempontrendszert alkalmazom. Ezeknek a korszakoknak, az abból levonható tanulságoknak eredményének az összevetése kapott helyet az összegzésben, majd a kötelező részek, a források felsorolása, illetve a szakirodalmi hivatkozások megadása után egy a szokásoshoz képest talán kicsit hosszabb 25 oldalas angol összegzése olvasható a vizsgálatoknak. Ezt elsősorban olyan szempontból igyekeztem megírni, hogy a külföld névkutatók számára hasznosítható legyen, amikor ők a saját hasonló típusú neveik jellegzetességeit vizsgálják, akkor összehasonlításként az itt elmondottak felhasználhatóak legyenek az ő számukra. Valójában az a névtípus, ami úgy alakul ki, hogy az ember megváltoztatja saját maga körül a környezetet, a tájat, majd pedig az alapján ad nevet a táj egy részletének, ahogyan ő megváltoztatta. Ennek a névtípusnak az általános jellemzése viszonylag korán jelentkezik a magyar névtani szakirodalomban. Lőrince Lajos az egyik alapvető névtani munkában már beszél erről, ő műveltségi nevek nevezi ezt a kategóriát. Az ő jellemzése elsősorban azokra a nevekre terjed ki, ahol az ember gazdasági céllal változtatja meg a környezetet. Tehát például a terméketlen földet termőre változtatja, vagy mondjuk erdőt telepít, szőlőskertet hoz létre, utakat hoz létre a tájban. De valójában nem csak gazdasági céllal, hanem kulturális indítatásból is megváltoztathatja az ember a tájat, és ennek az általam tárgyalt névtípusnak talán éppen ez adja az érdekességét. A középkorban a kereszténység megjelenésével, elterjedésével Európa legtöbb országában a korszak szellemi tájékozódásának irányát meghatározó intézmény nagyon is tudatosította a környezet megváltoztatásával az emberekben azt, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az adott korszakban. Itt például különféle építményeket hozott létre a tájba, templomokat, kolostorokat, haranglábakat állított föl, kereszteket állított föl, illetve mivel önfenntartó intézményé kellett válnia, a királyok, illetve a magánbirtokosok által számára juttatott földbirtokokon mind a gazdaságokat hozott létre. Nem csoda tehát, hogyha ezzel összefüggésben megjelenik az a fajta névtípus is, amely ezt a kulturális tájváltoztatást valamiféleképpen tükrözi. Az egyik legismertebb felosztása az egyházi helyneveknek Mező András munkájából származik. Ő valójában négy típusát különített el ennek a névtípusnak. Az egyházi építményekre, ezek részeire, az egyház tiszteleti nevére, az egyházhoz tartozó személyekre, illetve az egyházi szervezetekre utaló neveket. Ha a példákat, ezek egyébként az ő példái, megnézzük, akkor azonban nagyon jól látszik az, hogy valójában nyelvileg ezek nagyon különböző névtípusok, ami összetartja őket, az lényegében az a művelődéstörténeti háttér, ami alapján, amihez ezek kötődnek.
Ha abból a szempontból tekintünk ezekre a nevekre, hogy a megváltoztatott táj mely elemét emelik ki nyelvi formába, és használják az elnevezés alapjául, akkor azonban végül is két kategóriát tudunk felállítani, vagy a település egyházi építményével kapcsolatos információt kapunk, vagy pedig a birtokosi szerepkörre utaló névvel találkozunk. Ez utóbbiról szól a kötet. A nevek forrásai között klasszikus történeti nyelvészeti forrásokkal, történeti földrajzokkal, okmánytárakkal, helynévtárakkal, országleírásokkal, helynévszótárakkal, földrajzi névgyűjteményekkel, és hát kellő forráskritika mellett tájékoztató anyagokkal találkozhatunk, és bizony néha a források sokasága mellett maga a névkutató alig fér el a könyvtárban. Azokat a névformákat igyekeztem összegyűjteni, amelyek esetében az itt látható két feltétel fennáll, tehát a jelölt a denotátum egykori egyházi birtoklása források alapján igazolható, illetve a névalak vagy annak legalább egy része nyelvileg azonosítja a tulajdonost. Mint amilyen például az itt látható szurdok püspöki, erről konkrétan lehet tudni, hogy ez egyike azon 10 falunak, amelyet István király 1004-ben az egri püspökség alapításakor magának a püspökségnek ad, és történetesen ez egy szurdokvölgynek a bejáratánál található ez a település. A gyűjtött névformákat egyfajta adatbázisba rendeztem. Itt külön kezeltem a denotátumra vonatkozó adatokat, elkülönítve a helynév történeti adatoktól. Ezeket aztán különféle azonosító kódokkal kötöttem össze. A denotátummal összefüggésben egy standardizáltnak tekinthető névformát egyfajta címszóként feltüntettem alapként, de természetesen a névváltozatok is mindig megjelennek ott mellette. A denotátumfajta az adott korszakban a megyebeli hovatartozás, egy közeli településsel való lokalizálás kapott itt helyet, valamint azok a helynév történeti események, amelyek valami módon a névvel kapcsolatos információt hordoznak, valamilyen összefüggésben az egyházi tulajdonost vagy annak változását mutatják. A helynévtörténeti adatok táblájában maguk a történeti névformák szerepelnek, az adott forrás keletkezési időpontja, hogyha megváltoztatták valamiért a forrást, akkor a módosításnak az időpontja, a forrás megjelölése, és az előbb említett Hoffmann-féle rendszerezésnek megfelelően a funkcionális szemantikai, a lexikális morfológiai, a szintagmatikus elemzésnek a kódjai, valamint keletkezés és változás történeti mozzanatoknak a megragadása is megtalálható itt. Igazából inkább csak kiemelnék két dolgot a érdekességkép ezúttal. Az egyik a tulajdonosokra vonatkozik, a másik pedig a lexikális állományra vonatkozik. A tulajdonosok tekintetében, bár nagyon sok esetben valóban egyértelműen azonosítható, a történeti források ezt megteszik, hogy mely egyházi intézmény volt a birtokos, az itt látható dián néhány érdekes esetet találunk, ahol ez nem olyan egyértelmű. Azért, mert nem lehet tudni, hogy a környékben lévő több apátság közül melyik az, amelyik történetesen a Vas megyeinek a nevében szerepel, mint tulajdonos. Aztán vannak olyan esetek is, amikor osztott egyházi birtokról van szó, olyan is, amikor részben egyházi a birtok, másrészt azonban a nemesek kezén van, tehát magánbirtok. Aztán olyan példa is van, amikor az egyik egyházi birtokostól a másik egyházi birtokoshoz kerül, csere révén a település, vagy az előbbi kategóriák akár még kombinálódhatnak is. Egy egyházi birtokostól két másik egyházi tulajdonos osztott birtokába kerül a kérdéses helyiség, például a Bihar megyei keresztes falunak a története ezt mutatja. Néha meg ugyan maga a közvetlen birtokos nem változik, az azonban más intézménynek a fennhatósága alá kerül.
És hát ha azt gondolnánk, hogy pusztán lexikális alapon lehet összegyűjteni, lehetséges összegyűjteni ilyen neveket, akkor csak részben van igazunk, mert itt most felsoroltam néhány jellemző lexémát, ezek korszaktól függetlenek, tehát vannak közte olyanok, amelyek inkább az új magyar kornak a mikrotoponímáit jellemzik, és vannak közte olyan, akár már kihalt kifejezések is, amelyek pedig éppen, hogy az új magyar kornak a helység neveit jellemzik, azokban jelentkeznek. És valóban egy részük azért kiszámítható, de van olyan csoport is, ami nem előre jelezhető. Így például azok a névformák, ahol az egyházi tulajdonost a birtokos intézmény székhelyén keresztül azonosítja a névforma. Például Budavári Muszt vagy Óbudavár esetében, ezek ugye nyugat-dunántúli települések, az Óbudai Káptalan volt a birtokos. Vagy mondjuk az Esztergom megyei Jástiföld tulajdonosa, a Veszprém megyei Jásdi apátság volt. Itt most sok diát átugrok, például az alakszerkezeti változások közül is csak az utolsót fogom megmutatni érdekességképpen, ami arra jó példa, hogy érzékeltessem azt, hogy mennyire érzékeny a változásra ez a névtípus. Itt olyan példákat látunk, ahol akár egymáshoz viszonylag közeli időpontban lejegyzett névformák is, ugyanarra a denotátumra vonatkozóan más-más névalakban jelentkeznek, vagy elveszítenek egy morfémát, vagy hozzájuk kapcsolódik valami megkülönböztető jelző, vagy lecserélődik az a megkülönböztető jelző, aminek a következtében vagy belekerülnek ebbe az egyházi birtokost jelölő névformák kategóriába, vagy éppen kiesnek belőle, tehát egy meglehetősen változás érzékeny típusról van szó, ennek a szisztematikus és részletes elemzés a kötetben elolvasható. Összegzésképpen alapvetően tehát egy lexikálisan kötöttebb, de nem teljesen előrejelezhető lexémaállománnyal dolgozó helynévcsoporttal van dolgunk. Szerkezetileg ugyanolyan változatosak, mint mondjuk általában véve a magyar helynevek egy bármely más típusa, azonban nagyon érzékenyek a változásra. És bár az egymáshoz időben legközelebb lejegyzett alakokat összehasonlítva tudjuk tipizálni ezeket a változásokat, tehát megállapíthatók bizonyos típusok, azonban hogyha a nyelvtörténet egészének táblatából nézzük az azonos denotátumot jelölő különböző névformákat, azoknak a sorát hasonlítjuk össze, akkor meglehetősen egyedi változástörténettel számolhatunk ennek a névtípusnak az esetében, amely jól mutatja számunkra a névhasználatnak a változatosságát. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen Böcskei Andrea könyvbemutatóját. És akkor itt mondanék még el néhány információt. Ugye ebből a három bemutatóból is nagyon jól látszott, hogy többféle szöveget vizsgáltunk, és többféle nyelvi szinteken vizsgálódtunk, tehát nem csak terminológiai, lexikológiai szinten, hanem a más például szövegszinten is végeztünk vizsgálatokat különböző megközelítésekből. A másik, hogy sokféle témában, ugye elsősorban a műszaki szövegekre és a műszaki dokumentációra helyeztük a hangsúlyt, de ahogy látszott itt Fogarasi Katalin bemutatójából orvosi dokumentáció is bekerült a vizsgálatok közé, illetve a nyelvészeti dokumentációval is foglalkoztunk valamilyen szinten kötetekben, illetve más publikációkban is. Amire nagy hangsúlyt helyeztünk minden esetben, az volt, hogy nagyon pontosan mutassuk be a kutatási módszereket, tehát mind az adatgyűjtési, mind az adatfeldolgozási módszereket, azért, hogyha más is, akár mondjuk a diákjaink szeretnének követni ezekben a vizsgálatokban bennünket, akkor ebből tanulhassanak, és a módszereket nagyon világosan tudják követni ezeknek a segítségével. Ehhez ugye több kötet is megjelent ezek alatt, az évek alatt. Ezeket az eredményeket a terminológiai kutatócsoportnak, a terméknek a honlapján lehet megtalálni. Most ugye már úgy hívnak bennünket, hogy terminológiai és kommunikációs kutatócsoport, ez a Károli Egyetem Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Karának a honlapjáról érhető el a kutatás menüpontból.
A másik dolog, hogy a köteteket, ha szeretné valaki megvásárolni, vagy szeretne valaki hozzájuk jutni, akkor a Larmatan kiadó adta ki a köteteket, és őt tőlük a, hát a könyvesboltjukban, illetve a webshopjukban lehet megvásárolni. És itt még megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak többeknek, nem csak azoknak, akik ezeknek a köteteknek a készítésében részt vettek, hanem az egész több éves kutatásban résztvevőknek. Ugye itt kutatócsoport tagjainak, főtagoknak, akik ugye itt most a bemutatót is tartották, illetve azoknak a kollégáknak, akik a különböző részletekben külsős kutatóként, vendégkutatóként bekapcsolódtak, akiknek a neve el is hangzott itt az előadásokban, valamint talán nem hangzott el a kötetek lektorainak a neve, akik szintén sokkal dolgoztak, Klaudi Kinga, Heltai János, Kárpáti Eszter, Sherman Eszter, a tanulmánykötetek esetében, illetve a monográfia esetében Rácz Anita és Schlies Marian kolléganőknek a neve, és hát még köszönetet mondunk természetesen a Károli Egyetem könyvműhelyének, akik nagyon sokat dolgoztak és segítettek minket ebben a munkában, illetve a bölcsészkarnak, amelyik a kutatásokat támogatta, és a bölcsészkar vezetőinek ezen a ponton. És akkor itt át is adom a szót a közönségnek, amennyiben van kérdés vagy hozzáfűzés. Nagyon örülünk, hogyha ezt fölteszitek ezeket a kérdéseket, vagy elmondjátok a véleményeteket. Nagyon örülünk annak, hogyha segítetek bennünket abban, hogy tovább haladjunk ezekkel a kutatásokkal, akár egy kicsit a szokásostól eltérő irányban is. Ugye próbálkozunk nyelvészeti módszerekkel mindenféle eddig szokatlanabb típusú szövegeket feldolgozni. Van-e esetleg, aki szívesen feltenne kérdést, vagy hozzászólna? Hát, hogyha nincsen, akkor én nagyon szépen megköszönöm az előadóknak az előadást, a kutatóknak a kutatásokat, az eredményeket, és a résztvevőknek azt, hogy eljöttek és meghallgatták ezt a könyvemutatót, és akkor legelőször is mindjárt lezárom a felvételt, és elköszönök mindenkitől, nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok mindenkinek.